A most következő videóban példákat fogok mutatni arra, hogyan alakíthatjuk ki a 3D-s hatású árnyékolt feliratokat, a jégeffektet és a tűzeffektet. Mindegyik feliratot természetesen nem fogom létrehozni, azonban a bemutatott példák alapján a többi is létrehozható így. Válasszuk ki a szövegeszközt, és kattintsunk egy helyen, ahol ezt létre szeretnénk hozni. A betű színét állítsuk be feketére, állítsuk vissza az előtérszint, háttérszint. A méretnek adjunk meg mondjuk 100 pixel méretet, és válasszuk ki a Verdana Bold típust, a felirat beírása után ezt szeretnénk másolni, ezt a réteget. A felirat beírása után az a célunk, hogy a háttér információját szeretnénk elmenteni, azaz a háttér színeket ott jelöljük ki, ahol a fekete feliratunk van. Először is ehhez minden zavaró réteget kapcsoljunk ki, és maradjon csak ez az adott háttér. Ráállunk a fekete feliratunkra, szín szerinti kijelölést fogunk alkalmazni. Láthatjuk, hogy most a kijelölés ott aktív, ahol a betűink vannak. Ráállunk arra a rétegre, ahonnan szeretnénk a Ctrl-C parancsal úgymond felszívni az információkat. Ctrl-C. Ezt követően visszaállunk, ezt követően megnyomjuk a Ctrl-V betűparancsot, egy lebegő kijelölés keletkezik ekkor, jobb egérgombbal új réteggé alakítjuk. Nézzük meg, hogy most mit csináltunk, hogyha kikapcsoljuk a hátterünket, akkor látjuk, hogy a háttér színekkel rendelkező betűt hoztunk létre egy új rétegben. Kapcsoljuk vissza a hátterünket, ezt az új réteget írjuk át kék betűkre, és az átmozgatás eszközzel kezdjük el mozgatni. Látjuk, hogy megjelenik alatta a fekete felirat, és egyfajta árnyékolt hatást kelt. Ezt követően a két réteget szeretnénk összefésülni, hogy együtt legyenek kezelhetők, ugyanúgy, ahogy korábban már az alakzatok árnyékolását végbevittük. Azonban először még mossuk el egy kicsit a fekete feliratot, visszaállunk a fekete feliratnak a rétegére, szűrők, elmosás, Gauss elmosás, és itt az előnézet mutatja is nekünk, hogy milyen elmosást viszünk végbe. Maradjunk ennél a hetesnél, és látható, hogy a fekete felirat még jobban ezt az árnyékhatást fogja előidézni. Tegyük egymás fölé a kék betűt és a fekete betűt, és a kék betűk legyenek aktív, jobb gomb és összefésülés lefelé. Ezt követően már meg is van ez a kívánt térhatású felirat. Forgassuk el, forgatási eszköz, rákattintunk, és az egér bal gombját nyomva tartjuk, így is végbe mehet a forgatás.
majd mozdítsuk el az átmozgatási eszközzel. Ugyanakkor ezen akár a perspektívikus torzítás, tükrözés, stb. Rétegtranszformáció is végbe mehet. Készen van tehát a térhatású feliratunk, többit ugyanilyen módon kivitelezhetjük, térjünk át most a jégeffektre. Szintén válasszuk a szövegeszközt, maradjunk a Verdana Bold típusnál, vagy állíthatjuk Verdana Bold italikra, vagyis döltre, legyen 135-ös betűméret. Szövegeszköz kiválasztása, fekete betűszín, belekattintunk oda, ahova szeretnénk ezt írni, 2013. március 22. Készen is van a feliratunk, igazítsuk nagyjából a helyére. Ismét kapcsoljunk ki minden olyan réteget, ami akadályoz minket. A jég effekthez érdekes módon a szűrőkből a szél effektet kell alkalmazni, ez viszont csak akkor hat, hogyha a rétegünket elforgatjuk 90 fokkal. Ahhoz, hogy a szél effekt ne csak ezen a kis rétegtartományon belül hasson, hanem lehetőleg minél hosszabb legyen, ehhez a réteg méretét megnöveljük, réteg határvonal mérete, vagy pedig, ami a jobb megoldás, réteg, és a réteget képméretűvé alakítjuk. Ez végbe mehet úgy, hogyha a rétegen belül jobb egérgombbal kattintunk, és azt követően réteg képméretűvé alakítása, vagy pedig itt a rétegek párbeszédablakban alkalmazzuk ugyanezt. Jobb egérgomb, réteg képméretűvé alakítása. Látható, hogy most a kiterjesztés, a réteg kiterjesztése egészen a rajzvászon széléig szól. Forgassuk el ezt követően a réteget. Réteg, átalakítás, elforgatás mínusz 90 fokkal, majd a szűrők, torzítás és szél effektet választjuk. Itt legyen széllökés jobb irányból, megkeressük, hogy hol található a feliratunk. Hogyha megvan, akkor itt már az effekteket tudjuk tesztelni. Fontos ugye az olyan jellegű kialakítás, mintha jégcsapok lógnának az egyes betűkről. Alkalmazzuk ezt. Ezt követően a réteget visszafordíthatjuk, ismét jobb klik az átlátszó háttéren, réteg, átalakítás és elforgatás plusz 90 fokkal. Nagyítsunk bele most. Ezt követően színszerinti kijelöléssel még mindig ez a réteg aktív, színszerinti kijelöléssel a fekete részeket jelöljük ki. Ha szükséges, akkor a küszöbértéket meg is növelhetjük, és alkalmazzunk egy színátmenetes kitöltést erre, mégpedig tartson a türkis színűből. A kékes színbe. Színátmenet. És készen is van a jégcsapunk.
Ezt követően a kijelölést megszüntetjük, és célunk még az, hogy az eredetileg fekete feliratot színezzük át a jég mintával. A fekete felirat létrehozása után másoljuk ezt a réteget, és ezen a másolaton fogjuk véghez vinni a jégcsapok effektus. Tehát miután megvagyunk a jégcsap effektekkel, ezt követően az eredeti fekete feliratot a jégcsap effektekkel ellátott felirat fölé visszük, és ezt a fekete feliratot kitöltjük most a jég mintával, ez úgy megy végbe, fekete felirat rétege aktív, szín szerinti kijelölés, szerkesztés, kitöltés mintával. Itt először is meg kell adnunk a mintát, méghozzá rákattintunk a festékes dobozra kitöltés mintával, és itt kiválasztjuk a jég, ice mintát. Rámegyünk újra, szerkesztés, kitöltés mintával. Ez végbe mehet úgy is, hogy egyszerűen a festékes dobozzal belekattintunk az egyes betűkbe, azonban így gyorsabb. Újra visszakapcsoljuk a jégeffektust, összefésüljük lefelé a két réteget, a szerkesztést, kijelölést megszüntetjük, és már is készen van a jégeffektünk. Az utolsó effekt a tűzeffekt, ahol nagyon fontos, hogy a lépéseket szigorúan egymás követő sorrendben, a megadott sorrendben, ahol nagyon fontos, hogy a lépéseket szigorúan a megadott sorrendben végezzük el a kívánt hatás elérése érdekében. A tűzeffekthez szintén először kikapcsolunk minden zavaró tényezőt, és itt most visszaállunk a kitöltés előtér színnel, módra, szövegeszköz, a szöveg színe itt most legyen fehér, és 180 pixel nagyságú betűkkel fogunk dolgozni, a betűtípus maradhat Verdana, félkövér dőlt, kattintsunk oda, ahova szeretnénk a feliratot elhelyezni, a víz világnapja, helyezzük középre, ehhez akár egy segédvonalat is behúzhatunk. Átmozgatás eszköz. Nézzük meg, hogy az előző feliratunkat nem fedi-e el. Beállíthatjuk azt is középre. Illetve itt már a réteg képméretűre van alakítva, tehát alapvetően elvileg középen van. Ezt követően ezt a réteget megkettőzzük, akár csak a jég effekt létrehozásánál, és ez a réteg most legyen itt fekete színű, tehát a felsőnél alkalmazzuk a szín szerinti kijelölést, szerkesztés és kitöltés előtérszínnel, ehhez visszaállítjuk a fekete előtérszínt, tehát szerkesztés, kitöltés előtérszínnel, és kész is van a fekete felirat. Ezt most kikapcsolhatjuk, a fehér felirat mögé szeretnénk egy fekete hátteret létrehozni, ez ugyanis a tűzeffekt létrehozásának az egyik alapja,
Tehát a fehér feliratot egyrészt szeretnénk kijelölni. Kijelölés semmit, biztos, ami biztos alapon, szín szerinti kijelölés, belekattintunk a fehérbe, de nekünk nem erre van szükségünk, tehát a kijelölést invertáljuk, majd pedig a kijelölt részeket előtér színnel, azaz feketével kitöltjük. Ezt követően a réteget képméretűvé alakítjuk az előbb bemutatott módon, jobb klik a rétegen, réteg, átalakítás, illetve réteg képméretűvé alakítása. Ezt követően látjuk, hogy ha az alsó részt kikapcsoljuk, hogy ismét létrejött egy rajzvászon méretű átlátszó terület. Ilyenkor belekattintunk a fekete előtérszín kiválasztása után az átlátszó részbe, és befestjük az átlátszó területet feketére. Még mindig aktív a kijelölésünk a fehér felirat körül, és erre szükségünk is lesz. A kijelölést most invertáljuk, hiszen most a fehér feliratot kell majd kijelölnünk. Szerkesztés. A kijelölést növeljük. Növeljük meg 1 pixellel. És ismét töltsük ki ezt fehérrel. Fordítsuk meg most az előtérszín, áttérszínt, szerkesztés, kitöltés az előtérszínnel. Erre azért lesz szükség, hogy a fekete betűknél nagyobb fehér betűk jöjjenek létre. Most pedig a kijelölést megszüntetjük, és elkezdjük a maszatoló eszközzel a lángnyelveket kialakítani. Itt a maszatoló eszköznél fontos, hogy beállítsuk a sűrűséget. A sűrűségen kívül pedig állítsuk be a halványulást, hogy elszórás van-e. Állítsuk be az ecsetet, állítsuk be a méretét, és elkezdhetjük a maszatolást. Természetesen bizonyos mértékig ez is egyfajta türelemjáték. A megfelelő hatás kialakításához ezeket a beállításokat többször módosítanunk kell. A tűzeffekthez tehát a fehér feliratokat a fekete háttér felé maszatoljuk, ezzel hozva létre a láng, illetve a füst effektust. Ezt követően, hogyha az eredménnyel már úgy érezzük, hogy készen vagyunk, akkor bekapcsoljuk a fekete feliratokat,
Ezt követően pedig a színek, színegyensúly menüre állunk, és a fényes színeket kezdjük el módosítani, és így nagyon szépen ez a tűz effekt kialakul. Fogadjuk el ezt mondjuk így. Most azt szeretnénk elérni, hogy csak a láng effektek kerüljenek kivágásra. A varázspálca kijelöléssel belekattintunk a fekete háttérbe. Küszöbérték szerinti fekete területek jelölődnek ki, mi nekünk pont az ellenkezőre van szükség, tehát kijelölés, invertálás. Ctrl-C, Ctrl-V parancsal másoljuk a tűz lángnyelveket. Lebegő kijelölésből új réteget készítünk, az alsó fekete hátterű réteget kikapcsoljuk. Látjuk, hogy itt vannak a lángnyelveink, megcseréljük a két réteget, hogy a fekete kerüljön felülre. A szükségtelen fekete hátterű réteget eldobjuk. Majd pedig a fekete feliratokat összefésüljük a lángnyelvekkel. Készen is van a tűzeffektünk is, ezt követően minden réteget bekapcsolgatunk, és megnézzük a végeredményt. Ebből a videóból tehát kiderült, három speciális díszítő effektnek az elkészítési módja, a tűzefektnek, a jégefektnek és a háromdimenziós hatású árnyékolt feliratoknak a készítése.